Mi a hardvered? Most a csávó savanyítással foglalkozik, emiatt műanyagödrökről és pincékről beszél utána. Ennyi szoftver és ennyi hardware lesz a Zoltán előadásában is. Én nem fényezném tovább, mondd el, hogy csinál a legjobb sört. Köszönöm szépen, sziasztok! Itt a legomgyar. Üdvözlök mindenkit, Róz Zoltán vagyok, szoftver és sörfejlesztő, most az utóbbi ról lesz szó. Méghozzá arról, hogy hogyan készíthetünk otthon sört teljesen egyszerű felszereléssel, tehát ez most nem az automatizált sörfőzésről szól, hanem az igazi házi sörfőzésről. Ugye az alapanyagok, még nincs semmi újdonság, mindegyik sörös üvegen rajta van, hogy maláta, kómló, sörélesztő víz. De azt viszont kevesebben tudják, hogy mi az a maláta, ott a bal oldali képen látható. Ez árpából, vagy néha búzából, rozsból készül. Mint látjátok, ilyen különféle pörkölésű lehet, és akkor ettől lesz a sör világosabb, barnább, vagy egészen fekete. Utána következőképpen van a komló, ez egy növény, lényegében ez a fűszer a sörnek, és hát ugye kell az élesztő, ami majd alkoholt állít elő nekünk. És otthon főzünk, akkor ilyen 20-30 litereket szoktunk a konyhában, ehhez ugye az arányok érzékeltetése végét egy olyan 5 kg malátára van szükségünk, egy 50 g komlóra és egy tasak élesztőre, ami 12 g, de nyilván ez receptenként változik. Azt azért el kell mondanom, hogy körülbelül 20-30 féle maláta, nagyjából ennyi komló és ennyi fajta élesztő is rendelkezésünkre áll. Tehát akkor ezeket még kombinálhatjuk, akkor játszhatunk a idővel, hőmérséklettel, stb. Tehát nagyon sokféle sört lehet készíteni, csak ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban, ami megemlíteni. Na, lássuk neki. Ugye úgy kezdjük, hogy ott megvan az 5 kg malátánk, és ebből ceffrét csinálunk. A ceffre azt jelenti, nem olyan bonyolult dolog, hogy bekeverjük vízzel. 5 kg malátához, az ökölszabály szerint 15 liter vízzel összekeverjük, és ezt felfűtjük. 60-70 fok közt elkezdenek dolgozni a malátában lévő enzimek. Ugye ez arra van szükség, mert a keményítő cukorra alakítják, amivel később ugye alkohol lesz. Mi kell, mi is szükséges ehhez? Hát egy kellően nagy edény, ami jól tartja a hőt. De egy hűtőtáska is teljesen jól megfelel erre, vagy egy nagyobb lábos, ami hűthető, vagy fűthető. Hűtőtáska esetén pedig ugye más külön fűtjük a vizet, és akkor úgy öntjük hozzá. Ez körülbelül 2 óra alatt ezzel megvagyunk, tehát 2 óra alatt a magokban a keményítő cukor lesz, a ceffrénk elcukrosodik, és ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát azt elfelejtem, hogy leroppantjuk a malátát, tehát ezek a nagyjából a duplájára víznak ezek a maláta szemdarabok, és egy tea színű, tea édességű löttyünk lesz, ami ugye tele van ezekkel a szilárd darabokkal, tehát ezt le kell szűrni. Ugye akkor jön a második fázisunk, a szűrés és a, úgymond a máslás. Tehát a szűrés itt úgy történik, hogy maga ez a maláta rétegen öntjük át a folyamatosan a sörlevet, amíg azt nem látjuk, hogy itt látható a képen, hogy alul már viszonylag tiszta sörlé fog lefolyni. Tehát átmerjük ebbe a szűrőedénbe, ami egy egyszerű vödör is lehet, egy szűrőlemezzel az alján, ami megtartja ezt a maláta réteget. És akkor engedjük le a sört, amíg zavarosat mindig visszaöntjük a tetején, hogy újból és újból átfoljon ezen a maláta rétegen, amikor tiszta, akkor már kiengedjük. És illetve még ugye, amikor teljesen leengedjük, akkor még marad nekünk ez a száraz malátágyunk, ezt még vízzel át lehet mosni, és még sok-sok liter sört tudunk kinyerni belőle, ezt pedig a máslásnak nevezzük. És a fázis végén szétválasztottuk ezt az édes sörlevet a szilárd alapanyagoktól, tehát elkezdhetjük a komló forralást. Mi a inputunk, azt édes sörlének nevezzük, amit leszűrtünk, és ekkor kerül bele a sörnek a fűszere, a komló. Komlónak kétfajta tulajdonsága jó nekünk, az egyik a úgynevezett alfasav tartalma, ami a sör keserűségét adja, a másik pedig a benne lévő illóolajok, ami az illatában és ízében játszik.
és minél tovább forraljuk a komlót, annál több keserű oldódik ki belőle, csúnya szóval izomerálódik, vagy valami ilyesmi, és viszont annál több illóra is eltávolik. Tehát általában több lépésben komlózunk, az elején tesszük bele egy 60 perces forraláskor, amit a keserűségnek szánunk, és a végén, ami a sör illatához szeretnénk. Itt is nyilván egy, hát olyan 20 liter szeretnénk a végén, arra számoltuk ki a receptünket, akkor egy olyan 30 literes edénkkel, mint a képen látszik, ez eléggé felhabzik az elején. Ugye a sörfőzők első mondása, hogy soha ne fordíts hátat a komló forraló hűsnek, ami esetünkben egy piros, zománcos, húsleveses fazék. Ez egy ilyen 30 literes edény szükséges ahhoz, hogy ezt forraljuk. Hát hűtéssel együtt nagyjából ez egy 2 óra komlóforralás. Hűtéshez vagy egy ilyen lemezes hőcserélőt, vagy egy kisebb mennyiség esetén egy ilyen jeges kádat, vagy egy, hogy mondják ezt, ilyen réspirált lehet használni. Akkor ezzel lényegében meg is van a sörfőzés része, ez egy ilyen 6-7 órát vesz igénybe, és utána jönnek az élesztő gombák, ugye itt már tevékenyen mi nem veszünk részt, átfejtjük egy ilyen, hát vagy egy megfelelő műanyagvödörbe, vagy egy üvegbalomba, ez szerintem pont a kettőnek ez valamilyen képet szedtem, ez egy ilyen ásványvizes ballon lehet. Az élesztő az a cukorból alkoholt, széndioxidot készít, csúnya szóval. Nagyjából 3-4 nap alatt lemegy a cukor-alkohol konverzió, és utána még azért hagyjuk egy kicsit tisztulni, utána az élesztő, ha nem talál már cukrot, akkor a mindenféle élesztési melléktermékeket kezdi fogyasztani, tehát ezzel tisztul a sör mind színében, mind ízében. Hát attól függ, milyen szomjasak vagyunk, 2 és 6 hét alatt, ha szomjasak vagyunk, akkor 2 hét alatt ebből már sör lehet. Ha van mit inni, akkor jobb, ha 6 hetet várunk fel, akkor szép tiszta és szépen kikerekedik. És hát egészségünkre találtam egyik külföldi fórumon egy nagyon jó kis mottót. Ugye, hogy a házi sörfőzés alapjába véve egy nagyon egyszerű dolog, itt egészen addig bonyolíthatunk, ameddig a feleségünk engedi. Ez tényleg így van, nagyon egyszerű eszközökkel meg lehet oldani, de azért csak bekerül egy tölgyfahordó, egy élesztőbank, egy hűtő, 2 hűtő, 3 hűtő, szóval ameddig engedi. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Igen? Beletesszük az alapanyagot. Ugye ott az alapanyagoknál nem jött a például kukoricakíz. Tehát igazán ezt úgy kell képzelni, hogy házi, tehát jobb az a paprikás csirke, amit otthon főz az édesanyám, mint amit mire itt beveszek a boltba vagy valami. Tehát ez ugyanúgy a nagyipari... olcsó, mint a maláta. Lényegében ennyi a... Igen? Hogyan álltál el, illetve ellen álltál annak, hogy akkor egy szoftverfejlesztési projektet csináljál valahol félúton? Ellenálltam. Hát, nem, valahogy, nem nekem ez nem jött, hogy itt automatizáljam, stb. A végleg is nyugodtan. Tehát egy hétvégén akkor sört főzök, akkor nincs számítógép, nincs mobiltelefonot, kevergem, kavarom, tehát valahogy ez nekem ez egy kicsit a kikapcsolódás. Parancsolj! Mennyire se kerül ugyanállt főzni, vagy törekszel rá? Micsodát, hogy? Mennyire se kerül ugyanállt főzni? Kicsit mindig más lesz. De azt szerintem, tehát itt azért egy viszonylag ilyen bonyolult biológiai, kémiai folyamatok vannak. Én azt mondom, hogy az nem egy valós elvárás, hogy ez mindig ugyanaz. Tehát ez egy mű dolog, ez mindig ugyanaz lesz. De van ilyen kapcsolat, hogy szeret, hogy mint a pénztikusok, vagy valamilyen szeretet, hogy hát igen, de ugyanazt a receptet mindig lefőzöm, tehát kicsit más lesz. De jó, most már elárulom, hogy én nem csak
hobbiként űzöm ezt, hanem úgymond vándor sörfőzőként, a receptémet lefőzöm kisüzemben, és egy IPA sörökre vagyok ráállva. IPA típusú sörök, ez egy nagyon erősen komlós sörtípus. Hát most ez a két műves söröknél ez a divat. Még nem csak divat, hanem tényleg érdekes. Ez csak a marketing része, nem? Hát egy napi egy-két üveg az lecsúszik. Mennyi öreg? Ára már nem emlékszem. Parancsolj? Logikus kérdés, Excel táblát sem használsz, de... Nem, vannak sörfőző szoftverek, de pötyököm is. Kérdés, hogy a víz nem számít? Csak víz? Teljesen jó a csapvíz, egy kicsit ilyen túl misztifikált dolog, hogy... Nézd, és most fogunk venni? Nem. Viszont akkor mondd el, hol és mit is. Hát a Rode Beer, ugye a távoli galaxis nevű sört főzöm én, illetve a Bakancs Lista és Pirománia söröket. Hány szemben hallottak is róla. Ezer literig legális otthon. Igen. Évi 1000 liter. Meginni is? Azt meg főleg, itt nincs, ha nincs limit. Láncsok? Az ilyen sörök mennyi ideig áll? Egy évig is akár. Komolyan, most itt már pont tegnap a családom még a rekesz eldugottan kezdve egy éve főző söröket, teljesen jó. A különböző típusú sörök, alapvetően mivel különböző, hogy recept nyilván, de hogy milyen paraméterek? Össze alapanyagok. Tehát a technika az majdnem ugyanaz, az alapanyagok. Ami... Búzasőt volt ebben? Meg sem ajánlott azóta van is. Nem, az már régen utána kifőztem magamból ezt a rossz élményt. Igen. Tehát ugyanúgy készül majdnem mindegyik sör, csak az alapanyag más. A sörnél majd tudom, hogy a alapanyagot azt, hogy tehát egy kicsit lassan készítik a sörnél. Nagyjából ugyanannyi, tehát az időket be kell tartani. Tehát, hogy a cukrosításra, a hőlépcsők, meg a mennyi ideig. Hát talán otthon gyorsabban melegszik fel, tudom én, 60 fokról, 70 fokra, mint 2-3 ezer liter mennyiségre. Parancsol. Van két ilyen házi sörfőző volt Budapesten. A sörfőzők boltja valahol az Őrsvezetér környékén, illetve itt a Birodalom nevű szaküzlet, hol van, Rákóczi tér környékén, és mindent lehet, tehát a világ összes sörét lehet otthon főzni, minden alapanyag itthon is hozzáférhető. Elsőre jól sikerült? Igen. Tök egyszerű dolog, tehát ezért csináltuk a Házi Sörfőző Egyesületet, hogy kikiabáljuk a világba, hogy emberekre csak pálinkát meg bort készítsetek, mert sört szinte még olcsó. Tehát egy-két főzés után majd beáll a technika, és akkor működik. Pálinkán hallottam olyan, hogy megakoltunk, hogy rosszul főzünk a sörnél, van ilyen dolog? Nem. Savanyú az, de nem lesz, tehát a legrosszabb esetben meg savanyodik. Nem feltöltenítesz rendesen. Mondtad, hogy olcsóbban kijön. Ez körülbelül mit jelent? Egy liter sör mennyiben? Ilyen 100-150 forint. Egy liter sör? De senki? Hát azt nem, mert az hobbi, tehát igen. Ha órabérbe kiszámláztam, akkor azért kicsit... Igen, a nulla azért a végére kerülne. Nagyon végszóval, de azt hiszem, hogy elmegyünk sörözni. Így van. Köszönöm szépen.